Sziasztok! Üdvözlök mindenkit újra a csatornámon! A mai videómban ezt a sminket fogom nektek megmutatni, hogyan készítettem el. Az egész úgy kezdődött, hogy karácsonykor kaptam ezt a Sleek Sunset palettát, és ebben van ez a kék színű szemhéjfesték, ami már nagyon izgatta a fantáziámat, úgyhogy gondoltam, most már itt az ideje, hogy kipróbáljam. Ez egy Cut Crease típusú smink. Tényleg egyszerű elkészíteni, mivel ragasztószalagot használtam ahhoz, hogy még élesebb vonalat tudjak kialakítani itt a külső sarokban, illetve nagyon leegyszerűsíti a cut crease kialakítását is, hogyha ragasztószalagot használok, illetve a tus vonal elkészítését, és én ezt tényleg mindenkinek ajánlom, ezt a kis smink trükköt. Nyilván, mivel ez egy egész látványos, nem hétköznapokra való smink, ezért nude színű rúst választottam hozzá, hogy egy kicsit azért mégis szemhangsúlyos maradjon ez a smink. Úgyhogy, ha kíváncsiak vagytok rá, hogy készítettem el ezt a sminket, akkor tartsatok velem, és ha tetszik a videó, akkor dobjatok rá egy lájkot és iratkozzatok fel a csatornámra. Köszönöm, ha megnéztek, találkozunk legközelebb. Sziasztok! Szemhéjalapozóval fogom most kezdeni a sminket, mert már az alapozó fent van az arcomon, ugyanis ezelőtt a videó előtt készítettem el a Miss Sporty Instaglow Primer test videómat, aztán következik a Cellux, vagy ragasztószalag, ki hogy hívja. A Naked Basics palettámból felveszem ezt a második legsötétebb hidegtónusú barna színt, ennek a színnek a Faint a neve. Sok mindent ki fogok most írni alulra, mert elég rosszul látszanak a termékek, amiket mutatok. Ezt felviszem a mélyítő vonalamtól egy picit magasabbra, és utána ezzel a nagyon pici, keményen becsettel elsatírozom. Nagyon fontos, hogy mindig felfelé satírozok, azért, hogy az alsó vonal éles maradjon. Aztán egyet tovább megyek, és a Crave nevű fekete, teljesen matt színt ugyanezzel a technikával felviszem a mélyítő vonalam felé egy picikét, a kis hegyes ecsetemmel, aztán pedig elsatírozom a kis kemény fejű satírozó ecsetemmel, itt láthatjátok. Visszatérek a barna színre, és az Essence satírozó ecsetemmel még jobban eloszlatom, elsatírozom, hogy szép színátmenetet kapjak. Újra felveszek a feketéből egy picit, csak hogy még élesebb vonalat kapjak, így most ez elég viccesen néz ki, viszont hogyha felviszem majd a mozgó szemhéjamra a szint, akkor meg fogjátok látni, hogy azért így összejön az egész. A szemhéjalapozómból ismét felveszek egy kis mennyiséget, és felviszem a mozgó szemhéjam egészére, illetve ezzel még jobban tudom tökéletesíteni a cut crease-t. A Sleek Sunset palettámból veszem ezt a kék szint, amiről már az intróban is beszéltem, fix plusszal befújom az ecsetemet, és felhalmozom a szint a mozgó szemhéjam egészére, egészen fel a mélyítő vonalig, kint pedig a Cellux vonaláig, ami tökéletes éles vonalat fog adni. A Maybelline gél állagú szemhéjtussal egy elég intenzív, hosszú tusvonalat fogok rajzolni. Először fent hagyom a Celluxot, hogy a sarkokat azt be tudjam lőni, úgymond. Aztán eltávolítom a Celluxot, és utána már sokkal könnyebb megrajzolni a külső saroknál a vonalat, itt láthatjátok. Ha ezzel meg vagyok, áttérek az arcra. Az Essence All About Matte korrektoromat választottam már, felvittem a szemem alá, az arcom középső részére, tehát a homlokom közepére, orrom közepére, állam közepére. Dolgozom a Rose Cosmetics ecsetemmel, majd az Essence Stay All Day Transparent púderemmel fixálom a szem alatti területet és az arcom egészét. Befejezem a szememet, az alsó szempilla vonalammal először felviszem a mélyítő vonalban használt barna, utána pedig a fekete színt, és eldolgozom egy pici satírozó ecsettel. Aztán a még drámaibb hatás kedvéért fekete szemceruzát választottam a Miss vonalamba, ez az Essence-nek a szemceruzája, utána jön a Miss Sporty Fabulous Lash szempilla spirálom, majd pedig a műszempilla, a Rival de Loop Young-nak a Party Look, egy drámai műszempillája, amit ma használtam. Az Essence Sun Club bronzosító palettámból összemixeltem a highlighter és a bronzosító szint, felvittem az arccsontom alá egy picit kontúrozni, bronzosítani, illetve a homlokom tövére, az állkapocs vonalam alá, hogy egy picit kontúrozzam, illetve melegítsem az arcomat, majd fogtam csak a highlightert és felvittem az arccsontom legmagasabb pontjára több rétegben, de ugyanezt használtam a szemöldökcsont világosítására, illetve a belső szemzungban is. A
pirosítónak ezt a Lovely Templing Cheeks nevű pirosítóját választottam már. Ennek nagyon szép ilyen barackos, aranyos csillogása van, nem szerettem volna teljesen matra hagyni az arcomat. És következik a száj, az az Essence In The Nude Száj Contour Ceruza, amivel körberajzoltam a számat, majd egy újabb Essence termék következik, az Oso Matte nevű rúzs. Végül pedig a NYX Sugar Pie nevű szájfényit vittem fel ennek a tetejébe, mert szintén nem szerettem volna a számat sem ott rajni. És ezzel el is készült a smink. Ha tetszett, dobjatok rá egy lájkot és iratkozzatok fel a csatornámra. Köszönöm, hogy megnéztetek, találkozunk legközelebb. Sziasztok!